Köszöntöm a hallgatókat, és üdvözlöm Pekár Dávidot, a Raiffeisen alapkezelő befektetési igazgatóját. Én Eiden József vagyok, a privátbankár.hu és az enfor.hu főmunkatársa. Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy a Raiffeisen alapkezelő idén is több díjat nyert a privátbankár klasszis alapkezelő befektetési alapos díj rendezvényen, többek között a megoldás alapcsalád tagjai, mit lehet ezekről az alapokról tudni, miben különlegesek. Először is köszönöm is a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. A megoldás alapcsalád az nekünk egy régi termékünk, 2017-ben hoztuk őket létre, és akkor egy hát termékszert megújításnak lettek az eredményei, és az volt az alapgondolat, hogy olyan terméket szeretnénk összerakni, olyan terméktípusokat, amik viszonylag széles körben lefedik a befektetési univerzumot, viszont viszonylag jól érthetőek, és alapvetően long only, tehát hogy nem egy spekulatív alap, hanem egy abszolút klasszikus befektetési alap szeretett volna ő lenni, ami részvényekbe, kötvényekbe, ingatlanba, nyersanyagba, tehát hogy nagyjából a befektetés univerzum nagy részét lefedve fektet be, és őket három különböző kockáti kategóriába hoztuk létre. Ugye aki a díjat most idén ő a magasabb kockáti, legmagasabb kockáti kategóriába lévő Megoldás pró alap volt. És hát magával a termékkoncepció az volt a célunk, hogy a, a, legyen egy olyan része a termékkínálatunknak, amit akár, hogyha önmagában megvesz az ügyfél, akkor ezzel gyakorlatilag az ő befektetéseinek van egy jó helye, és szinte minden eszköztípusból kapott egy, egy szeletet. És az is volt ez a célunk, mert ugye az egy alapkezelő általában úgy működik a, a befektetési értékláncban, hogy ő termékeket gyárt, és utána a privát és a prémium bankárok feladata az, hogy ebből összeállítsanak ugye egy ügyfél portfóliót, különböző alapkezelők termékeiből, illetve különböző egyéb pénzügyi instrumentumokból, és ugye azoknak az ügyfeleknek, akiknek egyébként elég egy termék adott esetben, azoknak akartunk egy viszonylag összetett és szofisztikált terméket kialakítani, amiben aktíva a kockázatmenedzsment. Tehát aktív a részvény súlynak a, a kezelése, de az itt mégis viszonylag robosztus, és nem csak eszközosztályok szempontjából, hanem deviza szempontból is diversifikál, földrajzi szempontból is diversifikál, tehát elég széles spektrumot fed le. Általában a befektetési alapok is azzal a célral jönnek létre, hogy a befektetők válláról levegyék azt a terhet, hogy választania kell ilyen részvények, kötvények és egyéb befektetések között, vagy ezeket maga alakítsa azon belül a vegyes alapok, ha jól sejtem, még inkább ebbe az irányba mennek el, tehát ez inkább ilyen vedd meg és tartsd nyugodtan sokáig típusú alapcsalád, ahol még az egyes alapok közötti ugrálás vagy átstruktúrálás gondját is leveszik a befektető válláról. Igen, ez, a, ez, a, ez az alapkoncepció hogy ne kelljen ezzel foglalkoznia az ügyfélnek. A, a, a vegyes alapok a, nagyjából a termékskálának egyébként azon részén helyezkednek el, ahol ugye viszonylag magas hozzáadott értéket teremtünk, de nem egy tematikus termék, tehát vannak olyan alapjaink, amik tisztán részvény, tisztán kötvény termékek, ezek önmagában nem fognak tudni lefedni egy portfóliót, legalábbis nem szerencsés, hogyha csak egy eszközosztályból áll egy ügyfélportfólió. Nyilván a teteje a legrugalmasabb a termékünk, és így ez alatt helyezkedik el valahol a vegyes alapvilág. Én azt gondolom, hogy itt különösen nagy szerepe van egyébként a, a bankároknak, főleg azért, hogy az ügyfél az, hogyha három évre, öt évre fektetett be, akkor egy nehezebb piaci körülményben tudja fogni az ügyfél kezét és bent tartani a termékbe. Én azt gondolom, hogy volt a 2017-től a termék indulásától kezdődően több ilyen pont is, amikor fontos volt, hogy az ügyfél benne tudja maradni, mert abszolút ki tudtam mozogni az alap a lejtmeneteket. Tudom, nehéz erről a szféráról úgy beszélni, hogy ne hangozzanak el olyan szavak, mint portfólió, meg diversifikáció. Ha nagyon egyszerűen akarnánk elmondani, akkor mi mondjuk a háromféle vegyes alapkategória közötti különbség? A különbség az alapvetően a kockázata, hogy azt akartuk csinálni, hogy az az ügyfél, aki szeretné csak betenni a lábát, a, tehát azt gondolom, hogy a magyar megtakarításokban általában nagyon kicsi szerette van a részvényeknek, tehát ez egy elég kötvényfókuszú vagy ingatlanfókuszú általában a magyar lakossági befektetőknek a portfóliója, és ezért azt tudjuk képzelni, hogy ha egy olyan vegyes alapot, ami mondjuk 50-50 kötvény részvény arányból áll, az egy akkor a kockázati ugrás az ügyfélnek, amit nem biztos, hogy meg akar meg tud lépni. vagy ha meg is teszi, akkor az első részvénypiaci lejtmenetnél valószínűleg kiugrik a termékből, valószínűleg egy rossz ponton és ezért az alacsony kockázati kategóriába tartozó startalapnál ott inkább ilyen 15-20% között részvénykitettséggel lehet számolni, és az nyilván nem ad akkora, tehát nem fog egy olyan típusú volatilitást belevinni az alapnak az életébe, ami mindenképpen kirázza az ügyfelet egy nehezebb piaci körülmény között, és akkor a három alap között ez a különbség, hogy a plusznál magasabb a részvénykitettség és a prónál a, legmagasabb a, háromból. Úgyhogy ez a, ez a fő kategóriája. plafon? Hát mi, mi nem mondjuk túl agresszívek, tehát a, a pró alap esetében is azért a magas részvény hányan, de az a 50 alatt van valamivel, tehát hogy ilyen, ha, ha agresszív az allokáció, akkor inkább ilyen 45 százalék, hogy a fölött van valahol a részvény. Jó, sétem a többi rész nagy része kötvényekből áll, de azért elhangzott, hogy van lehet benne ingatlan is, gondolom különböző devizakitettség is, ezek aránya körülbelül mekkora? A, az ingatlan az változó ugye, most egy picit kisebb, most ilyen 13% körül van a, a kitettsége. A, egy, ezen felül még van egyébként nyersanyag is, ez inkább a kockázati kategóriától függően valahol ilyen 2 és 5% között szokott lenni a különböző alapokban, tehát ez nem egy hangsúlyos része, de ugyanúgy benne van a, a termékbe. Illetve a deviza az is változik időről időre, most nagyjából ilyen 12 és 37 százalék között van, a magasabb kockat kategóriában több nyitott deviza pozíciót hagyunk, mivel ez is azért bele tud vinni egy volatilitást egy alapnak az életébe, viszont az fontos látni, hogy és ezt a termék kialakításnál is így csináltuk, hogy azért a forint jellemzően akkor, amikor a világgazdaságban van valami probléma, és van egy turbulensebb időszak, akkor gyengül. És emiatt van ennek egy kockázat csökkentő szerepe is, tehát amikor egyiket a részvénypiacok esnek, az jellemzően forint jár együtt, ezért például egy forint sorozatban, hogyha nyitva hagyunk euró pozíciókat, akkor ez a forintban mért veszteséget tudja tompítani. Ugye jelen környezetben ez picit más kontextusba került, hiszen nagyon magas az euró és a forint közti hozam ezért minden nyitva hagyott deviza pozíció az egy lemondás a magas forint hozamokról. Viszont ezzel együtt sem akartuk nullára húzni a devizasújt ezekbe a termékekbe, mivel azt gondolom, hogy azért egy felelős ügyfélportfólióban kell legyen eurósúly, és ezt inkább egy biztosításként tekintünk erre, aminek van egy biztosítási díja, ez a forintnak az alternatív hozalma, amiről lemondunk, de cserébe pedig, hogyha van egy, egy komolyabb lehetőség, akkor nagyban tudja a forintsorozatoknál tompítani az esést, és ez nagyon jól működött például 2022-ben, amikor ugye voltak jelentős esések a tőkepiacokon, viszont a forint gyengülése az gyakorlatilag szinten tudta tartani az árfolyamokat, tehát hogy nem látott az ügyfél a forintba érdemi dródánt az alapjában emiatt. A forint magas kamatozással, kamattartalma miatt úgy tudom érdemes eszközöket jelenleg forint határidős eladással fedezni. Ezt az technikát gyakran alkalmazzák? Igen, igen, ez elég szerves része lett a működésünknek. Részben azért is egyébként, mert a különböző szabályozó intézkedések miatt a rövid forint kamatok nagyon különbözőek, hogy mit lehet elérni egy rövid diszont kis egy rövid betétbe, illetve egy eurós betétnek mondjuk a forintra fedezésével, vagy egy rövid eurós kötvénynek a forintra fedezésével. Úgyhogy emiatt ez, ez egy fontos részlet a működésünknek, egyébként nem is csak a vegyes lapokban, hanem még a rövid kötvénytermékekbe is ez hangsúlyosan előjött, de, de ez minden alapnál egy megfontolás lett, ott, ahol egyébként egy kockázatmentes vagy nagyon alacsony kockázatú forinthozamot szeretnénk kínálni, ott nyilván visszafedezzük az euró kitettségeket forintra, és az euró pozíciókat arra használjuk, hogy a forintra fedezett euróval magasabb hozamot érjünk el, míg mondjuk egy vegyes alapnál, vagy egy abszolút szankció terméknél azért ott van az a megfontolás is, hogy ott, mivel az egy, egybe akar lenni egy ügyfélportfólió, ahogy mondtam is a, a, megoldás alapoknál, így ott azért nem fedezünk vissza mindent, hogy ezt a diversifikációs hatást megtartjuk, itt mindenképpen kell az a számolni, hogy lemond az ember egy, egy alternatív költségre. A 2022-es az egy szörnyű év volt, egyszer estek a részvények, a kötvények, sok országban az ingatlanok is. Mikorra fog ez a sebbe gyógyulni, mikor állhat vissza egy korábbi növekedési pályára a legtöbb eszköz hozama vagy árfolyama? Hát ugye azt érdemes látni, hogy igen, a 22 az egy nehéz év volt, ez egy klasszikus alkalmazkodás volt a magasabb inflációs környezethez. Ugye van egy olyan beidegződési a piac szereplőknek, hogyha magas az infláció, akkor reál eszközök, részvények, ingatlan az egy jó fedezék az infláció ellen. Viszont ez hosszú távon működik, rövid távon meg pont, hogy nem. És ugye a rövid távot éltük meg 22-be, mert amikor meglepetésszerűen megnő az infláció, akkor megnőnek a kamatok, és ez a kamatemelkedéshez alkalmazkodásra kényszerítesz eszközárfolyamokat. Ebből a jó hír az az, hogy ugye ebből az is következik, hogy megnőnek a előremutató hozamok, mind a kötvények esetében, mint pedig egyébként a részvénypiacok tekintetében. Én azon az idejében már látszódott, hogy vannak gyógyulások a, a, a piacon. Látszik az, hogy azért a fejlett világban is, meg Magyarországon is az év második felére azért egy folyamatosan csökkenő inflációs környezet lesz, és a, a további kamatemelésekre várhatóan nem lesz már szükség sehol, talán még, az eurozónában lehet följebb menni egyébként kamatokba, vagy van egy két olyan a világnak, mint mondjuk Japán, ahol még mindig nulla kamat van, de azért a, a nagy részén valószínűleg kamatemelkedéseknek túl vagyunk, és ez okozta igazából a 22-nek a lejtmenetét, és ez javított is egyébként a, a különböző részvény és kötvény indexeknek, eszközöknek a, az előremutató hozamán. Úgyhogy, úgy azt gondolom, hogy, hogy most egy jobb-jobb időszak van befektetni egyébként. Mekkora az esély arra, hogy esetleg egy hosszantartó, magas inflációjú, alacsony növekedéssel jellemezhető időszak jön az úgynevezett stagfláció? Ugye a 90-es években, a 70-es, 80-es, 90-es években elég sok ilyet láttunk hosszú időszakokon keresztül. Hát van erős narratíva, tehát ugye itt inkább azt gondolom, hogy amikor ezt várja az ember, akkor a hosszabb távú trendeket, megatrendeket érdemes nézni, hogy mennyire lesz jellemző az, hogy a, a, az elmúlt sok-sok évtizednek a a kompetitív előnyökön alapuló, globalizált világgazdasági működéssel visszafordul, és ugyanazokat a, a kapacitásokat kiépítik a különböző országokban, csak amiatt, hogy, hogy ne kelljen függni egy-egy másik országnak a, a gazdaságától, vagy az ottani, ottani politikai rezsimtől. Uh, úgyhogy igazából van, van erre esély, de én inkább azt gondolom, hogy azért a, a munkaerőpiacot kell nagyon figyelembe követni, mert azért rövid távon is itt a rövid táv alatt a pár éves időtávon ott tudnak létrejönni a visszatolások, ugye, hogy a folyamatos béremelések miatt létrejön a, a, az árbérspirál, de én azt gondolom, hogy azért a 70-es évek nem látszanak reálisnak, tehát akkor sokkal magasabb volt a infláció, sokkal magasabb kamatokra is szükség volt. Én nekem úgy tűnik, hogy ez most így könnyebben menedzseltő, mind a fejlett világban, és remélhetőleg itt a régióban, mint Magyarországon is. Úgyhogy én nem számolnék ezzel alapszenárióként, egy kis valószínűséget adnék ennek. Inkább szerintem a félelem az az, hogy a nagyon gyorsan, nagyon magasra kellett emelni a kamatokat, nem csak Magyarországon, hanem a fejlett világban is, és nagyon hosszú ideig hozzászokott előtte a világgazdaság az alacsony kamatokhoz. És ugye, hogyha van egy 10-15 éves időszak, régiótól függően, ahol nagyon alacsony hozamok mellett lehetett tervezni és befektetni, akkor ha fennmarad egy magasabb hozam környezet, az nagyon sok sérülést tud okozni. Ugye ezt láttuk a bankcsődökkel itt az évelején és ugye azért a vállalati, illetve az államadóságoknak az átárazódása az egy, az egy gratuális folyamat, az, ez történik időben, ahogy új kötvényeket kell kibocsájtani, és refinanszírozniuk kell magukat. Úgyhogy, ha elég sokáig fennmarad ez a magas hozzámkörnyezet, akkor nagyon komoly, adóterve, nagyon komoly finanszírozási terhelésnek lesznek vállalatoknak és államoknak. Ez biztos, hogy egy visszahúzó erő a növekedésem. Úgyhogy én inkább itt, itt ez az, ez amitől félnék itt a következő fél-egy évben, hiszen azért van egy elcsúszása. A, ugye a monetáris transzmissziónak szokták hívni, hogy a kamatemelések után milyen reálgazdasági hatásokat fejtenek ki ezek a kamatemelések és ezért a, 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 következő időszakban fognak látszani a kamatemelések hatásai még. Van egy olyan, nem tudom, hogy elmélet, vagy inkább gyakorlati tanács, hogy, hogy minél kockázat kedvelőbb valaki, és minél fiatalabb, annál magasabb kockázatú befektetéseket válasszon, hogyha valakinek ez a maximum 50 körüli részvényeket tartalmazó vegyes alapcsalád sem elegendő, még nagyobb kockázatra, magasabb hozamra vágyik, persze, mert nem annyira kockázatra szoktak vágyni az emberek, akkor, akkor milyen lehetőségei vannak? Igen, egyébként szerintem az angol szesz kultúrában nagyon jellemző, hogy vannak vannak is hogy szabályok, hogy a, nem is tudom még, hogy 120 20 az életkor alapján lője be az ember részvény súlyt, és valaki nagyon fiatal, hogy 20 éves, akkor mehet 100 az részvény súlya, mert hogy annyira hosszú az ő befektetési időtáva, hogy ott részvényeknek mondjuk a felülteljesítése az valószínűleg kidolgozza magát időbe. A mi termék kínáltunkban van egy egyen magasabb a megoldás próhoz képestnél magasabb kockázatú vegyes alapunk, a Forte alap, ő 60% részvénykitettséggel dolgozik, és ő egy úgynevezett bottom-up alulról építkező alap, ahol fixen tartjuk a részvénysúlyt, tehát ő fixen 60% és fix 40 a kötvényrész, és ott az egyedi eszköz kiválasztáson van nagy hangsúly, tehát hogy milyen egyedi elemekből rakjuk össze a a részvényportfóliót és milyen egyedi elemekből rakjuk össze a kötvényportfóliót, és itt, itt szeretnénk hozzá a értéket teremteni. Másik alapunk, ami nem egy magas kockázatú termék, csak picit a, a, a mi termék a tetején van, az az etalon alapunk. Ő egy nagyon rugalmas befektetési politikával rendelkezik, ő nem egy vegyes alap működését tekintve, azért jellemzően kötvények és részvények vannak benne, de az ő befektetési univerzuma a széles, lehetnek benne sorpozíciók is, és például neki azért volt mondjuk 22 is egy, azért tudat forintba is egy-két személyi pozitív hozamot elérni, és euróba és dollárba is egy magas hozamot elérni, azt gondolom, mivel a rugalmas befektetési politika például lehetővé tette azt, hogy ott a hozamemelkedést, az kötvény short pozíciókkal üljük ki, azaz a kötvények esésére spekuláljunk, és a részvény portfóliót is le tudtuk fedezni olyan indexekkel, amik jóval többet estek, mint az egyedi részvények, amiket kiválogattunk. Így összességében a tavalyi évet háborúval, hozamemelkedéssel terhelve is független attól, hogy mekkorák a testek a Kötvénypiacok így is érdemi pozitív hozammal tudta zárni, az idei éve pedig át tudott váltani, hogy nyilván most már sokkal jobb hozamok elérhetőek a világba, és Magyarországon is, ezért most már nyilván nem a, a short oldalon, tehát nem a hozam emelkedésre való spekulálásba érdemes az értéket keresni, hanem sokkal inkább fokozatosan kiépített 22 második felétől végétől egy, egy nagyobb kötvényportfóliót, és ugyanúgy a egyedi részvény kiválasztásai megvannak, és ezekben is azt gondolom, hogy elég jó hozam potenciál lett, és elég jó egyedi eszközökből össze lehet válogatni egy kötvényportfóliót is, tevizás eszközökből, amiknek forintra fedezett hozama még mindig elég magas, és azt gondolom, hogy a benne lévő részvények is nagyon hozam potenciállal bírnak. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. Ha szeretne még hasonló tartalmakat hallgatni, kérjük, kérjük iratkozzon fel a Klasszis YouTube csatornájára. Ön a Klasszis Podcast pénz című műsorát hallotta.